az eddigi lépések, hát finoman fogalmazva is elkeserítőek. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen, tisztelt Országgyűlés, a vezérszónoki kör végéhez érkeztünk. Most az egyes képviselői felszólások következnek. Írásban a frakciók jelezték a hozzászólási sorrendet, de már érkezett 2 perces hozzászólás. A jó rémlik, akkor már legalább fél órája megnyomta a gombot Zsigó Róbert képviselő úr. Az első 2 perces hozzászólásként öné a szó. Köszönöm a szót. Tisztelt elnök úr, először is szeretnék elnézést kérni, akik engem ismernek, tudják, hogy nem szoktam ilyen politikai perpatvarba belemenni, hogyha nem látom szükség, és mégis az MSZP-s vezérszónoklatok után nyomtam meg a 2 perces gombot, mert néhány dolgot szeretnék tisztázni. Az elején többen úgy voltunk vele, hogy már majdnem elhittük az önök őszinte aggodalmát a nehéz helyzetbe került lakáshitelesekkel kapcsolatban, de aztán rájöttünk, hogy önök voltak 8 esztendőig kormányon. És tisztelt képviselő urak, most rajtunk kérik számon azokat az önök által benyújtott javaslatokat, amelyeket állítólag az Országgyűlés nem fogad el. De milyen javaslatokat tettek önök akkor, amikor ez bekövetkezett, ez a probléma? Önök azt mondták, hogy mi a távoli jövő, vagy a távoli múltról beszéltünk. Azok az emberek, akik most nehéz helyzetben vannak, azok nem tegnap előtt, hanem a távoli múltban vették föl ezeket a hiteleket. És tisztelt képviselő urak és hölgyek, csak emlékeztetem önöket egy dologra, hogy milyen javaslatokat nyújtottak be önök, amikor kormányon voltak. 2005 végén benyújtottak az Országgyűlés elé, és elfogadtak egy 5 éves adócsökkentési javaslatot, amelyet utána a 2006-os választások után visszavontak. Ez ki is derült ráadásul, hogy ezt a javaslatot nem őszintén tették. És ezen javaslatuk kapcsán azok, amikor önök túl távoli jövőről beszélnek, azok az emberek rosszul mérték föl, hogy mekkora hiteltörlesztést képesek fizetni. Ezek után a mi szemünkre hányják, ami, megmondom őszintén, nem tévedtem akkor, amikor a felszólalásomat elmondtam, ami meglehetősen ízléstelen az önök szempontjából. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. Ugyancsak 2 perces hozzászólás. Hegedűs Tamás képviselő, Jobbik. Köszönöm a szót, elnök úr. Seyring Gábor képviselőtársam méltatlan és jó, feltételezzük, nem tudatosan félreértezett vádjára reagálva. Természetesen nem a bankok kistafírozásáról van szó, hanem a családoknak, az adósoknak a helyzetének a konszolidációjáról. A bankokra igenis a mi megoldásjavaslatunkra teherhárul a tekintetben, hogy ezt a hitelkonstrukciót egy nyomott kamatlábon kell biztosítaniunk, a jegybanki alapkamat fölött 2 százalékponttal. Tehát azért ez egy olyan erősen korlátozott kamatmarzsot jelent, ami a bankok részéről igenis egy komoly tehervállás jelent a kockázatviselés tekintetében, és mint mondtam, nem zárjuk ki azt, hogy a már egyszer kivetett bankadót a kormányzat akár bővítse is. Tehát én azt gondolom, hogy ez a kormányzat is annak a felelősség, hogy ennek a forrásait megteremtse, és terhelje meg olyan mértékben a bankszektort, amennyiben ez szükséges és indokolható. Tehát szó sincs arról, hogy a bankoknak bármiféle kistafírozása lenne. A családok helyzetét konszolidáljuk, ez egy más kérdés, hogy egy konszolidált helyzetű adófizető család a bankoknak is jobb ügyfél. De ez egy olyan megoldás, ami mindenkinek jó, a társadalomnak is. Köszönöm. Még mindig a 2 perceseknél Harrach Péter képviselő úr, KDNP frakcióvezető úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, néhány gondolatot az elején szeretnék leszögezni, azért kértem a 2 percest. Nyilvánvaló dicsérendő dolog az, hogy egy frakció kezdeményezett egy ilyen vitanapot. Már is sok jó gondolat elhangzott, ami feltehetően egyrészt bekerülhet a megoldásba is. De azt látnunk kell, hogy felelős, hatékony és jól működő megoldásra csak a kormánynak van lehetősége. A kormányzat eddig előkészítette a megoldást azzal, hogy moratóriumot hirdetett, most várjuk valóban ezt a megoldást. Hadd emlékeztessek arra, hogy az előző ciklusban, amikor a probléma keletkezett, akkor a KDNP-nek volt egy olyan javaslata, ami a családi csődvédelemről szólt, sajnos akkor a kormánypártok ezt lesöpörték az asztalról. És még valamire szeretnék emlékeztetni, és ez a felszólalásom lényege, az első Orbán kormány egy hasonló helyzetet képes volt kezelni, méghozzá jól.
Azért bátorkodom elmondani, mert magam voltam az a miniszter, aki ezt intézte éppen az OTP-vel, mint akkor azzal a pénzintézettel, amelyik a problémát kezelte, hiszen 30 ezer család került hasonló helyzetbe, mint most körülbelül 100 ezer. Akkor egy olyan megoldást találtunk, amihez hasonlót most is a kormány szeretne, három résztvevővel kell ezt a problémát kezelni, az államnak elengedhetetlen a segítsége, a résztvevőknek, tehát az érintetteknek kell, hogy jelen legyen ebben a megoldásban, illetve a pénzintézetnek is áldozatot kell hozni. Ez akkor egy körülbelül 10 milliárdos akció volt, amiből végül is egy jó megoldás született, de ebbe olyan részletkérdések is beletartoztak, mint az adósság kezelést segítő szociális munkások. Egy ilyen megoldásban gondolkodik most is a kormány, reméljük sikerről. Köszönöm szépen. Két perces hozzászólás, Kovács Tibor képviselő úr, MSZP. Köszönöm a szót, elnök úr. Zsigó képviselő úr figyelmét szeretném felhívni arra. Ő azt mondta az előbb, hogy nem szeret ilyen politikai vitákba bonyolódni. Képviselő úr, hogyha nem szeret, akkor nem mondjon zagyvaságokat, meg nem mondjon valótlanságok tömkelegét. Hogyha szakmailag értékeljük a dolgot, a deviza alapú hitelezés Magyarországon 2000-ben indult, Majernek a részleteiről szeretnék én is beszélni, egy 2000-ben született fideszes kormányrendelet alapján indult el. Működött normálisan ez a hitelrendszer 2008-ig, mindaddig, amíg a valutaválság be nem következett, és gyakorlatilag ellehetetlenültek az árfolyamok változása miatt. Ekkor a kormány szemben azzal, amit ön nem tud, vagy tudatosan elhallgat, rögtön lépéseket tett, még 2008. novemberében a kormányzat meghozta azokat az első akkor szükségesnek látszó lépéseket, megállapodásokat kötött a bankokkal, különböző könnyítéseket vezetett be az akkor hitelt felvett emberek számára. Ezeket a lépéseket a kormány rögtön megtett, és nyilvánvalóan az azt követő időszakban kezelve az államadósság és a deviza problémákat is, az ország fizetőképességének fenntartása szempontjából megtendő lépéseket is, további intézkedéseket tett a devizaadósok védelme érdekében. Hogyha ön ezekkel a lépésekkel nincsen tisztában, akkor kérem valótlanságokkal ne terhelje mind a televíziónézőket, mind a teremben ülőket, akik egyébként tisztességesen megpróbálták kezelni. Államtitkár úr is így kezelte az expozéjában a problémát, és jó lenne, hogyha ön, mint kormánypárti vezérszónok, a megoldásokról beszélne, hogy milyen javaslatokat kíván tenni a kormány, látható módon önök ezekkel nincsenek tisztában, hogy milyen lépéseket kívánnak tenni a probléma kezelése érdekében. Még mindig a kétperceseknél Göndör István képviselő úr, jegyző úr jelentkezett. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt Zsigó képviselő úr. Szóval önök előszeretettel mutogatnak vissza, most engedje meg, hogy egy kicsit én is visszanyúljak. Tisztelt képviselő úr, ezt elmondtuk már a 2004-es költségvetésnél is, hogy a lakástámogatás rendszere, a 30 millió forintig történő támogatás nem tartható fenn adott költségvetési helyzetben, és nem tartható fenn az az adókedvezményrendszer, amelyet önök a választás előtt másfél hónappal vezettek be, nem törvényben, csak kormányrendeletben. Tehát tudta akkori Orbán kormány, hogy ezt nem fogja tudni finanszírozni, ez egy választási trükk volt. Ami köztünk és önök között akkor is és ma is fennállt, hogy önök, az Orbán kormány akkor egy lakáspiacot akart generálni a bankokon keresztül. Mi pedig egy igazságos lakásmegoldást akartunk, ezért vezettük be, ön mosolyog, de azért itt a házban kell, hogy legyenek néhányan, akik emlékeznek a fészekrakó programra, amely az első lakáshoz jutást ösztönözte, különösen fiataloknál, gyereket nevelő fiataloknál. Hadd mondjak önnek egészen konkrét számot. 8 hónap alatt, pedig csak 35 éves korosztályig lehetett az első időszakban igénybe venni, már 6000 lakást építettek, aztán tovább folytatom. A gyerek kedvezményt 100%-kal emelte meg az első, ezt követően az MSZP-SZDSZ kormány, tehát ha azt mondom önnek,
hogy még ehhez hozzájön a fél szocpol a használt lakásokra, szintén a fiataloknál, itt bizonyítottan 10 000-nél több használt lakást vásároltak gyereket nevelő fiatalok, tehát a saját önerőt pótolta ki, és előlegezte meg az akkori kormány. Tisztelt képviselő úr, 2004-ben 250%-kal volt nagyobb a támogatás rendszere, mint 2001-ben a teljes Orbán kormány évében. Köszönöm szépen a szót, elnök úr! Két perces hozzászólás, Kovács Péter képviselő úr, Fidesz. Köszönöm szépen, elnök úr! Göndör képviselő úrnak mondanám, hogy igen, vannak, akik még emlékeznek. Például én emlékszem arra, amikor Orbán Viktor és Megyesi Péter vitázott TV vitában, és amikor szó került a lakástámogatási rendszerről, akkor az önök, az MSZP miniszterelnök jelöltje a következőt mondta, ezt a rendszert, ezt megtartjuk és kibővíteni fogjuk csak. Ezzel szemben éppen megszüntették, hisz ugye azt mondták, hogy semmi más nem csinálunk ezzel a rendszerrel. Ez megint csak a szocialista retorika, ami igennek hangzik, amit mondanak, de igazából nemet csinálnak. Ugye azt mondták, hogy megtartjuk, csak egy dolgot változtatunk, ilyen aprót rajta, hogy egyébként piaci alapra helyezzük a kamatot. Semmi más nem változtatunk. Ezzel a pici, önök által picinek mondott változása teljesen tönkretették azt a rendszert, amit az előző Orbán kormány felépített. Göndör képviselő úr, igen, vannak, akik emlékeznek. Köszönöm szépen. Sejrén Gábor képviselő úr következik, LMP képviselő. Köszönöm a szót. Nem gondolom, hogy alapvetően itt az ellenzéknek egymással kellene foglalkozni, úgyhogy mindjárt Harag Péterre is röviden reagálnék. De egyrészt Kovács Tibor képviselő társamra. Szóval, bár valóban kötöttek egyfajta megállapodást, magatartási kódexet a bankokkal, ugyanakkor ez megoldást valójában semmire sem jelentett. A helyzet az, hogy a válság során a bankok Magyarországon folytatták azt, hogy óriási extra profitot tesznek szert a devizahitelezésből, miközben a lakosság nagy része bukott ezzel az egész ügylettel, addig a bankok jól jártak, kétszeres profitra tettek szert Kelet-Európában, Nyugat-Európához képest maga a válság során is, ez egészen elképesztő, ezzel sokkal erősebben kellett volna szembe mennie. Jobbikos képviselőtársamra reagálnék még röviden. Ugye ez a csomag 900 milliárd forint. 900 milliárdba kerülne az adófizetőknek, vagy valamilyen formában a bankok bevonásával, amire ebben a formában elég kevés a lehetőség. Én erre azt mondom, mi erre azt mondjuk, hogy ez így ebben a formában egy pénzkidobás lenne. Egyrészt nem minden devizahiteles konstrukció rossz alapvetően, másrészt sokkal hatékonyabban meg lehet állami pénzeket mozgatni. Például, hogyha az állam garancia vállalással száll be egy olyan lakásprogramba, amiben a bankok is érdekeltek, és lakáshoz juttatja azokat, akiket az utcára kerülés veszélye fenyeget, ezzel sokkal kevesebb pénz, adófizetői pénz befektetésével lehetne sokkal nagyobb tőkét megmozgatni, sokkal nagyobb eredményt elérni, mint hogyha 900 milliárdot gyakorlatilag kidobnánk az ablakon. De végül azt gondolom, hogy arra a képviselőtársam hozzászólása volt a legbeszédesebb. Egy éve ülnek itt, és azt mondta, hogy a kormány ilyen megoldásokban gondolkodik. Nem gondolkodni kellene, hanem cselekedni, és végre arról beszélnek, hogy mi lesz a jövő, mit fognak tenni, milyen lépésekkel fogják a lakáshitelezési válságot megoldani. Köszönöm szépen. Hegedűs Tamás képviselő, Jobbik, két perces. Köszönöm a szót, elnök úr, csak egy rövid reakció Sejrin Gábor közgazdász képviselőtársam részére, hogy a mérlegnek két serpenyője van. Említette az egyik serpenyőt, ne feledkezzünk el a másik serpenyőről is, arról azokról a többletbevételekről, ami a megoldási csomag megvalósítása révén bejön. Az össz nemzetgazdasági mérlege a mi számításaink szerint 300 milliárd forint az első évben, ami valóban kiadásként jelenik meg. Onnantól kezdve a soron következő években már többletbevételt generál. Kidobott pénzről beszélni, tehát ebben az értelemben sem lehet. Köszönöm. Két perces hozzászólás, Göndör István képviselő úr, MSZP. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Kovács Péter képviselő úr, ön azt mondta, hogy emlékszik, akkor én most a következőre is szeretném fölhívni a figyelmét. 2005. szeptember 26-án hangzott el itt a házban, hogy a jelzálog hitelezési rendszer még mindig teljesen azonos a 2002-ben meglévővel. Ami megváltozott, az az adóvisszatérítés rendszere. Ezt mi vállaljuk, ezt mi tudatosan akartuk, és az már csak haba tortán. Ha visszaemlékszik reggel, mit mondott Cséfalvai államtitkár úr? Hogy a kormány
számára és a költségvetés számára ne jelentsen elviselhetetlen terhet. Ilyen az önök kettős beszéde. Ha ellenzékben vannak, akkor egészen más, ha kormányon vannak, akkor ne jelentsen terhet. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Harrak Péter képviselő úr, frakcióvezető úr, KDNP, 2 perc. A 2 percet sem fogom kihasználni. Úgy gondolom, hogy a tényeket kell néznünk. Mi történt az első Orbán kormány idején? A leghatékonyabb, legeredményesebb, nagyon sok fiatalnak megoldást jelentő otthonteremtési támogatás volt, részben a kedvezményes kamattal, részben pedig az adóvisszatérítéssel, illetve kedvezménnyel. Ez az érintett családoknak kifejezetten jó volt, hasznos, ma is ebből éltek. Nem tudták volna megteremteni azt az otthont, amit megteremtettek. A másik kérdés, mi történt eddig ebben az ügyben? Lehet, hogy a moratórium meghosszabbítása nem a legjobb megoldás, de megvédte az embereket. És ha megszületik a kormányzati megoldás, amin valóban sokat gondolkodott a kormány, de ennél csak egy rosszabb megoldás van, ha nem gondolkodott volna. És ha ez a megoldás megszületik, akkor meglátjuk, hogy lehet-e bírálni, de amíg meg nem született, az még korai ez a bírálat. A javaslatokat, az ötleteket minden esetre köszönjük. Ha nem hibás a monitorom, akkor nincs több 2 perces hozzászólás bejelentkezés, így az előre bejelentkezett felszólalói listához térhetünk vissza. Elsőként megadom a szót Herman István Ervin képviselő úrnak. Fidesz. Elnök úr, tisztelt ház! Ma Magyarországon több mint 100 000 deviza alapú lakástulajdonos került a kamat fogságába, akik ma reménytelen helyzetükben várják a kormánytól a megnyugtató és végleges megoldást. Ahhoz, hogy a problémát kezelni tudjuk, meg kell ismerni a probléma keletkezésének okait. A rendszer működésének lényege, hogy a CRE-trade elnevezésű kamatcsere, avagy jelen esetünkben kamatspekulációs ügylet tömegesen 2003-tól indult el. Ez azt jelenti, hogy alacsony kamatozású külföldi pénzintézetektől felvették a hitelt, és jóval magasabb kamattal ezt magyar pénzpiacon kihelyezték a bankszektor szereplői. Ebben a közgazdasági környezetben ez lehetséges és természetes volt. A kamat különbséget árfolyam kockázat nélkül zsebrevágták ezek a pénzintézetek, hiszen a megkötött szerződésekben a hitel igénylőkre mindezt átterhelték. A kamat különbséget még tovább fokozták azzal, hogy egyrészt növelték a hazai hiteldíjakat, másrészt élvezték a svájci kamatszintek 1,5 százalékpontnyi csökkenését. Tették ezt az akkori kormány segítségével, engedélyével. 2003-2004-től ezen felelőtlen pénzpolitika hatására az országot teletömték olcsó forrással. Fedezet nélkül megnőtt a pénzbőség, aminek nem volt meg sem akkor, sem ma a reál termelési, reál vagyoni fedezete. Ezeket a fedezet nélküli hiányokat kell ma pénzügyileg kezelnünk. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a fenti folyamattal párhuzamosan az olcsó devizahitelezés, amely egyben pörgette a gazdaságot, a jegybank a délibábos gazdasági teljesítmény mögé bújva magasan tartja a magyar kamatszintet. Nem foglalkozván ennek sem akkori, sem a jövőbeni hatásaival. A fenti válságot elfedő gazdasági helyzet után, amikor eltűnik a pénzbőség, gondolok itt a gazdasági és pénzügyi világválságra, megdrágul az egykori olcsó forrás. Hazai, természetes, a gazdaság által kitermelt forrás pedig nincs. Természetszerű, hogy összeomlik az ingatlanpiac, vele együtt számos mikro, kis és középvállalkozás. Fontos tudni, hogy a deviza hitelezés áldozatai nem csak az ingatlan piacról kerülnek ki,
hazánkban.